Kérdéses, hogy mi lesz a hegyi és barlangi mentőszolgálatokkal, azt követően, hogy a kormány kiadás csökkentési sürgősségi rendelet tervezete értelmében megváltozna ezek jogi státusza. A munkájuk jellege miatt nem összevonhatóak más intézményekkel, és a létszámcsökkentés is ellehetetleníteni a munkájukat, mondják az érintettek. Elveszíthetik jogi státusukat a megyei hegyi mentő és barlangi mentőszolgálatok. A kormány kiadás csökkentési sürgősségi határozat tervezete értelmében csak akkor működhetnének, ha 50-nél több alkalmazottat foglalkoztatnak. Jelenleg viszont egyetlen megyei hegyi mentőszolgálatnál sincs annyi alkalmazott. A jogi státus elvesztése mellett gyakorlatilag lehetetlenné tenni a hegyi mentők munkáját, hogy 15%-os létszámcsökkentéssel is számolniuk kellene. Magyarázta Kovács Zoltán Róbert, a Maros megyei hegyi mentőszolgálat vezetője. Folyamatosan emberhiánnyal küzdünk évek óta. Jelen pillanatban csak 330 hegyi mentő dolgozik országos szinten. Ez a szám legalább 550-600 kéne legyen ahhoz, hogy megfelelően tudjon működni ezek az intézménynek. Ha ezekből még 15%-ot elveszünk, akkor akár lehetnek olyan megyék is, amelyik komoly bajba kerül, hogy akár egy mentőakciót nem tud véghez vinni. A közigazgatási szakszervezetek országos szövetsége petíciót indított a kormány megszorító intézkedései ellen, amelyben arra hivatkozik, hogy a hegyi mentők tevékenységének jellege nem teszi lehetővé, hogy más intézményekkel összevonják őket. A hegyi mentők szerint több kérdést is felvet a határozattervezet, és remélik, hogy nem a tervezett formában kerül elfogadásra.